micsoda hülyeség. Vasszeg. A vízlevel. Komolyan. Közben még itt beszélgetek a srácsal a Facebookon, és haver egyelőre nem... ez azért túlmutatám mindenen, szóval... Hellosztok, én a Farkas vagyok, és elég sok kérés érkezett, hogy legyenek már végre publikus videók, úgyhogy tessék itt egy publikus videó. Nem muszátok meg annyival, hogy csak így csícsúgy, és csinálok egy publikus videót, mert volt nekem egy nagyon jó kalandom. Megpróbálom az elején kezdeni, de rengeteg időm van, és ide fordítom magamhoz a zenét. Hogy kezdjem el? Úgy kezdem el, hogy valamikor 95, 96, talán 97, talán a 98-as években, elég régen volt, már nem nagyon emlékszem, szóval bőven 2000 előtt, én találkoztam egy jó pár kollégával, és ezek közül az egyik, az egy ilyen tipikus, rúpótlan, fillért nem érő emberke, egy igazi segédmunkás, és ez a segédmunkás kollega, ez tőlünk kért mindig kölcsön pénzt, hogy vegyen kiflit meg tejet, és lement a boltba, és megvette a kiflit meg a tejet, és jött vissza, és ette meg, de mi sose kértük vissza tőle azt a, mit tudom én, pár száz forintot, tehát igazán szánalmas egy egyén volt. Ami azonban igazán idegesített, hogy tegnap én találkoztam vele, és... Várjál, megpróbálom elmagyarázni. Van egy ilyen alaphelyzet, hogy jön egy nagyon drága kupé, kétajtós, tudod, nagyon drága jön, és ott ül a csávó a kormányba, és engem észrevett, hogy én ott vagyok. És így húzza rám a kormányt, hogy ő most meg akar viccelni, hogy há, most elütlek. Persze nem akart elütni, csak megviccelni, hogy hú, én most ilyeneket csinálok. Az anyósülésen, tehát mellette, itt mutatom, tehát mellette, egy életnagyságú gepárd ült, egy élő gepárd, ez a sárga, fekete foltos állat, a vadállat, tudod, Afrikából. És ott ült, tök nyugodtan be volt szíjazva mindent, tehát ugyanúgy ült, mint egy, mondhatnám, mint egy ember, érted? És mondom, mi ez, haver, nagyon drága kocsiba ülsz, egy gepárd ül melletted, és semmi melós gatyában nem vagy, tehát mi történt veled az elmúlt 15 évben? És teljesen, mind a két ablak teljesen le volt tekerve, fullon, tehát átjárta a levegő a kocsit, és bementünk egy ilyen főzelékesbe, hogy beszélgessünk meg, hogy ugyan mi van én velem, meg ő vele. Hát én velem azóta nagyon sok változás nem történt, ugyanúgy a száraz falakat építem, a mennyezeteken dolgozom, álmennyezeteken, és hát vele rengeteg változás történt. Tehát amióta mi nem láttuk, hát a keresztények, meg általában az ilyen vallásos emberkék azt szokták erre mondani, ha fölvitte az Isten a dolgát, tehát nem az Istenke vitte fel a dolgát. Egyik nagyon jó tanult kollégám erre azt mondta, hogy jó helyen volt jókor. Hát, te. A pofám leszakadt, hogy miket csinál az az ember, figyeld. Én elmondom nektek azt, amit ő mondott nekem, jó? Ide a videó alá, ide meg kommentbe írjátok le, hogy fizikailag mi a dolga az embernek. Mert én hazajöttem, és beszéltem vele még a Facebookon egy kicsit, hogy de figyelj, mert te tényleg azt csinálod, meg így, és akkor ebből keresel pénzt. Nagyjából 3 millió forintot csinál egy hónapban. Tényleg. Megmutatja a hitelkártyáját, a névjegykártyáját, és dombornyomott papírt kell elképzelni, tehát méregdrága cuccai vannak, tehát nem néztem az óráját, de aranyszínű volt, tehát valószínűleg a legdrágább Rolexokkal rohangál, egy ilyen 50 milliós kocsival, tehát tiszta furcsa ez az egész. Megnéztem a névjegykártyáját, és ott állt a neve, és alatta a foglalkozása. Figyeld, mert fontos, ez az, amit neked ki kell találni, hogy mit csinál. Figyeld. Vadállat idomár, viselkedés terapeuta, következő sorba, állategészségügyi főreferens. Vágod, tehát mit csinál? Aztán elkérdeztem azért nagyjából, hogy telik egy napja. Ez egy, nem, de rosszul akartam mondani, egy távol-keleti cég, valószínűleg iraki, iráni, afgán,
Hidd el, nem tudom, és nem is ez a legfontosabb. Mindenféle egzotikus vadállatokat begyűjtenek. Lehet az állatkertből, lehet az, igen, Afrikából is, tehát kimennek Afrikába és elhozzák a vadállatot, tehát amennyire igény van. Ez átkerül ő hozzá, ott történik ez a viselkedés terápiás kezelés, meg az állategészségügyi átvizsgálás, stb. Teljesen egészséges állat legyen, ugye, ami kikerül, és ő helyezi ki egy családhoz, tehát általában nem Magyarországon, mert Magyarországon elég kevés munkája van, de külföldön sok. Tehát külföldön vágynak az emberek arra, hogy ilyen egzotikus vadállat legyen otthon nekik, mint egy kedvenc, egy pet, szó szerint. Tehát egy ilyen, egy otthoni kis kedvenc. És ilyenekre vágynak, hogy oroszlán, gepárd, farkas, talán zsiráfot, ez tényleg nem tudom. Ilyen emberméretű, nagyjából még kezelhető, súlyú állatokra kell gondolni, tehát nem egy nagy, kifejlett, óriási nagy hímoroszlánt kell elképzelni, mert hát az annyi húst teszik, hogy te nem tudod kifizetni. Értelemszerűen ez gazdagok mulatsága. Jó? Kicsit segítek az ügybe. Van-e Budapesten egy olyan állatkert, hogy zoo? Persze, tudod, a budapesti állatkert. Na ott a főorvos, aki az állatokra figyel, körülbelül 200 és 210 ezer forint között keres. Jó, mi? Na ez a srác ezekkel az előbb felsorolt névjegykártyával rendelkező dolgokkal, ő 3 millió forintot csinál minden hónapban. Külföldi pénzbe kapja a fizetését, csak forintra átszámolva ez 3 millió, mert amikor vele találkoztam, ő kivette a bankból az a havi pénzét. Vágod, ilyen vastagon a 20 ezresek. Nem viccelek, ilyen vastagon. Na, figyelj már. Egy tejet meg egy kenyeret nem tudtál venni annak idején. És képzeld, ő ezt csinálja, bizony. Elmegy a begyűjtött állatér, hazaviszi, jön a terápiás kezelés, és utána, meg ugye az egészségügyi kezelés, utána kikerül a családhoz. Jó, nem a hóna alatt persze, hanem valami megfelelő hordóba, ugye viszi az állatot ki. Kiviszi az állatot a családhoz, és ott mindent lefényképez, hogy van ivóhelye, illetve ivó lehetőség az állatnak, megfelelő minőségű élelmet kap, a terület, amin van ő, megfelelő minőségű, és az a családi környezet, ahova kerül, őt szeretik-e? Vágod, neki ez a feladata. Ezt mondta ő. De ez közel sem a valóságám. Nem. Ez az alapja. Ez az alapja annak, amit ő csinál. Mert amit ő csinál, azért nem jár 3 millió forint. Ez bárki megcsinálja 100-120 év, vágod? Mit csinál ez az ember? Ez a kérdés, ez az, amire nektek válaszolni kell. Én beszéltem már vele Facebookon, és igen, én már tudom, hogy mit csinál ez az ember. Aki esetleg följön TS-re, meg Teamspeak-re, hát ott kicsivel nagyobb az esélye annak, hogy én ezt elárulom neki. Nem sok, de persze ki tudja húzni belőlem. De akinek nincsen TS-e, illetve hát más körülményekhez van rögzítve, mondjuk így, hát az értelemszerűen írogat ide a videó alá. Jó? Ide írogassatok, aztán majd jönnek még a további publik videók, most már nem lesznek ilyen rejtett videók, úgyhogy megy minden publikba, úgy, ahogy azt ti is szerettétek volna, jó? Úgyhogy mit csinál a következő, még egyszer utoljára, jó? Fölteszem a következő kérdést. Mit csinál az az ember, aki vadállatidomár, viselkedés terapeuta és állategészségügyi főreferens? Vágod? És ráadásul ő még állatelhelyezési minőség ellenőr is. Csak ez nem volt rajta a névjegykártyáján. Ezt ő mondta utólag, hogy neki meg kell nézni azt, hogy hova kerül az állat, de ezt már mondtam. Na, várom a helyes válaszokat ide, videó alá, jó? Na, bocsánat, én meg mentem, aztán várom a helyes válaszokat.